kellemetlen, valakinek hirtelen rányírod a kezét. Megrögzítés, ha finoman csinálom. De igazából rácsolódás után ez a mozdulat, elterem a karját, és már sehol nincs. Ha lehet foglalkozni a másikkal. Tegyük, hogy ő a másik. Köztel van egy szép dolog. Jó, akkor ezt az átfogást próbáljuk először. Felhozod a térdedet, és lábéllel, illetve a sarok résszel eltalálod. Vissza. Tehát ennyi legyen a gyakorlat. Magas térd, sarokkal, lábéllel megcélzod. Nem kell törni a másik lábát. Megcélzod, vissza. Meg. Ez ilyen kis balett. Tehát direkt megyek előre, hadd húzzon. És utána az ő erejére megyek bele. Tehát igazából egy érte. És már is jövök föl le. Itt is az van, hogy a feszítést azzal csinálom meg, hogy itt rányolok, és növelem a távolságot. Hát nem az van, hogy kézzel akarok vele birkózni, nem? Akkor az első dolog, amit kellene csinálni, minden fogás minden nélkül, borzasztó egyszerű. Én jó helyen álltam, nem csak. Ebből a helyzetből megfordulsz, tedd ki a kezedet. Belejutsz a kezébe, megpróbálj egy kicsit eltolni. A dolog lényege, hogy az ütés előtt a hátsó lábam fel van húzva, mint a rúgó, és nem ütlek meg mellé ütök. Innen ütök bele. Fel van húzva, ez sem kézütés. Feszíts meg magad. Kézzel mit tudok ütni? Semmit. Most lazán így rámegyek csak. Látszanak tök az a mozdulata. Jó, tehát fordulok, megütöm a kezét, és utána a gyomrat felé próbálunk ütni egyet. Jó, ez egy gyakorlás. Tehát itt vagyok hátul. Együttés, torok. És innentől osztatok elő, vagy osztatok hosszát, ezt most mindenkire rábízom. Tehát kitérés abszolút módon. Felütés, torok. Jó, a gyakorlás a következő legyen, csak helyből. Tehát egy ilyen helyzetben áll a támadó egy bal lába elől, és ahogy lép, úgy történt a ütés ide halálkék irányába. A védő ennyit csinál csak, állj be, bal lába. Jön az ütés, elmegyek elől és lefelé nyomom a karját. A lenyomás után ugyanaz a játék, mint az egyenes ütésnél volt. Hátsó lábbal vissza lököm magamat, és itt egy felütés van. Tehát ez a lényeg, hogy nem kézzel ütök, hanem lábbal. Jó, idáig jussunk el. Meg a lábfogát. Hát ott, erről van szó. Látod, hogy elhúzod a fejedet, abszolút normális reakció. A könyökét elkezded belenyomni a fejébe, és keresztbe lépek előtte. Jó, ennek a belejét veszünk csak, most. Létezik ez a variáció. Amikor abszolút oldalra kimegyek, akkor nem első kezesítés, hanem hátsó kezesítés. Viszont innen be kell lépni. Mind a kettő variáció jó. Ráfordulok. A csípő, láb. A technika, mint az ütéseknél. Elvédem. Tovább a végét szemben. Védés. Ez egy külön dolog. Még a Kodokán könyvben is rosszul van. Az most meglepően hangzik. De sajnos így van, egész lassan csinálni. Szóval ilyet soha nem szabad csinálni, egész lassan. Ilyen nincs. Ezt úgy felejtsd el, mintha sose láttad volna. Ezt csak így szabad elvégezni.
akkor a elvédelés után nem át tudok én fogni, amikor a erejét vesztette az egész. De a védés az alkalnak a belső részével van. Csak egy helyen. Látod? És ökörben rá kézzel, lassan, egész lassan. Így belenyúlni bármibe, ez azt jelenti, hogy össze fogják pócolni az ujjadat, ilyen nincs. Azt a reflexet még nem találták fel, hogy így megfogják valamit. Az ember nem erre van kitalálva, tessék, amit mondanak. Nem még egyszer. Ez így is lépedik magáért. Ez a védés, ez van tovább így a fogása. Egy jó magas emelet föl, amikor a lábszárad megy ki, akkor csikítjük az oldalra ki, hogy a tevább begyakorolod. Jó? Hát térd föl, lábszárad csapkodik, a csípődet benne tolod. Na, mehet a gyakorlat. Pihatok alatt szokt van, borzasztó gyors. Minek nem akarom megrúgni? Borzasztó kellemetlen. Főleg, hogy tud az őrgen még mást is. Ilyen folyamatos. Ez egy borzasztó nehéz volt, urat. Tehát kitérés. Már ismert csípőtechnika és így fogást. Ennyi egész lassan. Egész lassan, jó? Itt is ugyan a helyzet, mint a késnél volt. Közel van, de úgy dönt, hogy meg akar üzni, tehát hátra lép. Ennek ez a technikája. És megy a rosszat oda.